Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hatodik nyomozás a baloldali mutyik ellen. A Fidesz üvegzsebrendelettel kíván rendet teremteni Pécsen. Utalványok 40 millióért Pécsen. Növekvő hiteltől félti a várost a képviselő. Hullancsveszély egész évben. Megelőzést és repellenszereket javasol a szakember. Bugolyak a Bostora, Lovar Siklóson. Emléktáblát kapott Szabó Gyula a Baranyai városban. Immár a hatodik nyomozást rendelt el a rendőrség a jelenlegi baloldali városvezetés mútjai miatt. Ez alkalommal jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak. A Pécsi Polgári Oldal szövetségesével együtt megválasztása esetén üvegzsebrendelettel minden az önkormányzat és annak cégei által kötött szerződést nyilvánosságra fog hozni, annak érdekében, hogy a pécsiek lássák, mire költik a pénzüket. Az elmúlt években sajnálatos módon nagyon érdekes fordulatot vett a városházi gazdálkodás, fogalmazott Csizmadia Péter, a pécsi jobboldal polgármester jelöltje. A politikus hozzátette, még a héten a hatodik nyomozást rendelt el a rendőrség a baloldali városvezetés mutyia miatt Péterfi Attila és MSZP-s alpolgármestere Rúzsa Csaba ellen, mivel a feljelentők szerint Rúzsa törvénytelenül vehetett fel mintegy 40 millió forint közpénzt. A városvezetés rejtegeti azokat a szerződéseket, amelyek számára kínos lehet, vagy amelyeket nem igazán szeretne kitenni az ablakba. Az én határozott álláspontom, hogy a pécsieknek ebben a területen is, ezen a területen is változásra van szüksége, és itt az ideje, hogy újraépítsük a közbizalmat, az önkormányzat és a pécsi polgárok között. A baloldali városvezetés folyamatos mutyiai és hozzájuk köthető gyanús pénzügyi körök nyomulása közben Pécs lemarad. Nem kétséges, hogy változásra van szükség a városvezetésben, hangsúlyozta a Polgári Oldal polgármester jelöltje. Ennek érdekében mi azt vállaljuk, és én azt vállalom, hogy a megválasztásom esetén egy üvegzsebrendeletet fogunk alkotni, amelynek részeként többek között azt is fogja tartalmazni ez a rendelet, hogy valamennyi önkormányzati szerződést, azt mi nyilvánosságra hozunk, ez egy nyilvánosan kereshető adatbázis lesz. Éppen azért, hogy a pécsiek lássák, hogy mire költi az önkormányzat a pénzüket, hiszen ez mindennek az alapja. Tehát tegyük rendbe az önkormányzat pénzgazdálkodását, az átláthatatlanságot számoljuk fel, és akkor a pécsiek is megnyugodhatnak, és ellenőrizhetik az önkormányzatot, hogy a befizetéseik azok mire fordítódnak. A Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt és az Összefogás Pécsért Egyesület alkotta Pécsi Polgári Szövetség megválasztása esetén az üvegzsebrendelettel átláthatóvá teszi a jelenlegi baloldali városvezetés mutyiját. Piaci utalványokat nyomtat a pécsi baloldali városvezetés. 2000 idős vagy szociálisan rászoruló pécsi személynek osztanak ki 20 000 forintot érő utalványcsomagot november végéig. Így összesen 40 millió forintot költ juttatásra a pécsi városháza. Meg kell adni minden lehetséges segítséget az itt élőknek. Azonban félő, hogy hitelből osztogatnak választási kampány miatt, mondja a jobboldali politikus. A szociálisan rászoruló pécsi családok és a 70 év feletti korosztály anyagi terheinek mérséklése érdekében 2024. április 1. napjától 2024. november 30. napjáig rendkívüli önkormányzati támogatás formában bevezetésre kerül Pécsett a piaci vásárlási utalvány, olvasható ebben az előterjesztésben. A Városgazdasági Bizottsága szerdán döntött arról, hogy kitől vásárolja meg a kinyomtatott utalványokat. Összes 40 millió forintot osztanak majd így szét. Minden olyan forrás, ami a pécsiekhez jut, azt egy jó dolognak tartjuk. Szükség van arra, hogy a lakosságot, az önkormányzat, amivel lehet, azzal támogassa. Az más kérdés, hogy ezek az intézkedések épp a választási kampány nyitányában történnek meg. Jól látszik az, hogy a baloldal gyakorlatilag egy osztogatásba kezdett, és az a kérdés, hogy ennek tulajdonképpen a fedezete az rendelkezésre áll a város kasszájába, nem egy olyan állapotot vesz át a következő testület majd ezeknek az osztogatásoknak a nyomán, akkor kiderül, hogy Péterfi Attila az eddig ismert 16 milliárdosnál is nagyobb adósságba sodorta a várost. Mondja az intézkedésről a jobboldali politikus. Barkóczi Csaba szerint nem igazán jók az előjelek ebben az ügyben sem. A jelek azok abban mutatnak, hogy sajnos ismét arra az útra lépett Pécs, amelyet az előző szocialista városvezetések idején a totális eladósodáshoz és a város tönkremeneteléhez vezető ösvényt jelentették. Gyakorlatilag ebből a spirálból kell majd valahogy kikeveredni.
A baloldali önkormányzat elképzelése szerint 2000 személynek osztanak ki fejenként 20 ezer forintos utalványcsomagot november 30-áig. Ennek összértéke pontosan 40 millió forint. A piaci vásárlási utalványokat a pécsi vásárcsarnokban, a Hajnóci piacon és a Diana téri piacon lehet majd beváltani. Rövid híreink következnek. A tavalyi ünnepi hosszú hétvégéhez képest 3%-kal magasabb forgalmat hozott az idei húsvét a hazai szálláshelyeken. Több mint 270 ezer vendég közel 600 ezer éjszakára foglalt szállást a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint. Ezeknek több mint 65%-át vidéken, közel 35%-át pedig a fővárosban regisztrálták. Az országhatáron túlról számos cseh, német és szlovák vendéget fogadtak a szálláshelyek. A legjellemzőbbek a két fős, két éjszakás foglalások voltak, de sokan ennél is hosszabb. időztek hazai tájainkon. Az Építési és Közlekedési Minisztérium széleskörű szakmai, tudományos és társadalmi egyeztetéssel megkezdi a KRESZ megújítását. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározatnak megfelelően az új közlekedési szabályrendszer kialakítása 5 fő témakörben folyik. A KRESZ-ben foglalt magatartási szabályokon túl a humán tényezőt, a szankciórendszert, az infrastruktúrát és a járműműszaki feltételrendszert érintő jogszabályok átfogó felülvizsgálatával alakítják ki az új szabályozást. Az elképzelés szerint 2025. március 31-éig tesznek javaslatokat az új szabályozás kialakítására. Már bontják a pécsi óriás kereket, az üzemeltető már elbúcsúzott a Baranyai vármegyeszékhelytől közösségi oldalán, írja Pécsi Újság. A Lánc utcában található helyszínt 180 napra mindössze 540 ezer forint plusz áfáért adta bérbe a pécsi önkormányzat az óriás kereket üzemeltető cégnek. A bérleti megállapodás részeként a vállalkozó ezen felül ingyenes belépőjegyeket biztosított a pécsi önkormányzat részére. Az önkormányzat korábban azt közölte, ezeket az ingyenes belépőket maradéktalanul pécsi rászoruló családok kapják meg. Hogy pontosan kik kapták meg, az nem derült ki. Az óriás kerék ezt követően Siófokon működik majd. Lyme-kór és vírusos agyvelőgyulladás a két legjellemzőbb betegség, amit a kullancsok terjesztenek. Ezek a vérszívók az enyhe időjárás miatt már kora tavasszal is megjelennek. A szakember azt javasolja, hogy zárt öltözettel és rovarriasztószerekkel védekezzünk a vérszívók ellen, ha túrázni indulunk. Mindenek előtt a megelőzés és a megfelelő kezelés a legfontosabb, hiszen súlyos, életveszélyes következményekkel járhat egy ilyen élősködő csípése, mely a házi állatainkat sem kíméli. Már elmondható, hogy a kullancsok egész évben aktívak. Az enyhe időjárás előhozza a vérszívókat rejtek helyükről, sőt, már télen is aktivizálják magukat. Ezért egy erdei séta kirándulás alkalmával házi kedvencünkkel együtt könnyen megfertőződhetünk ezektől a vérszívóktól. Tudtuk meg dr. Kurucz Kornélia egyetemi adjunktustól, a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium kutatójától. A kullancsok esetében sem feltétlenül attól kell aggódnunk, hogy rögtön fertőzöttek leszünk, ha egy kullancs megcsíp minket, de a kockázata ott van, hogy egy adott kullancs képes kórokozók terjesztésére. Ezért itt is elsősorban a megelőzést szoktuk javasolni. Ha szabadban tartózkodunk, akkor kirándulni megyünk, ahol nagyon-nagyon tipikusan, klasszikus kullancsos területekre megyünk, akkor érdemes olyan ruházatot választani, ami hosszú nadrág, hosszú ujjú felső, és akár a zokniba betűrt nadrág szár, ami elég viccesen tud kinézni, de nagyon praktikus, ha nem szeretnénk, hogy kullancsok tapadjanak ránk. A repellenes szerek, riasztószerek használatát javasolja a szakember. Fontos még egy-egy kirándulás után a bőrt, a testhajlatokat megvizsgálni, ugyanis a kullancs szeret ezeken a helyeken megtelepedni, tette hozzá a biológus. Két jelentős betegséget terjeszthetnek a vérszívók. Kullancsok által terjesztett betegségek közt szoktuk emlegetni a kullancsenkefalitis vírust, amely ellen védőoltást is lehet kérni. Itt fontos a házi orvossal konzultálni arról, hogy mikor kezdjük el az oltás sorozat beadását, ugyanis érdemes ezt már a nyári csúcs időszak előtt megkezdeni, hogy addigra már a védettség kialakulhasson.
Emellett egy baktérium által okozott, úgynevezett Lyme-kór az, ami gyakori esetleg még kullancsok által terjesztett betegségek között. Ez ellen védőoltás nem létezik, viszont gyógyszeres kezeléssel lehet magát a betegséget orvosolni. A kullancsok nagyon jól reagálnak a klímaváltozásra. Az elmúlt években megjelentek Európában elsősorban délebről érkező olyan kullancsfajok, amelyek eddig az európai, ezen belül a magyar faunában nem voltak jelen, mondta dr. Kurucz Kornélia. Ilyenek például a hialóma kullancsok, amelyek eredeti elterjedési területüket tekintve Dél-Európában, illetve Afrika északi részén találhatóak meg, és egyértelműen a melegedő klímánknak köszönhetően ők vándormadarakkal érkeznek Európa középső, akár északi tájaira, és ha már a teleink enyhék és képesek túlélni a téli időszakot, akkor akár megtelepedni és szaporodni is képesek Magyarországon. Maguk a hialómakullancsok azért izgalmasak és érdekesek kutatói szempontból, illetve közegészségügyi szempontból, mert képesek terjeszteni az úgynevezett krími-kongói vérzéses láz vírusát, ami egy akár 30%-ban is halálozáshoz vezető fertőző betegség. Emiatt nagyon-nagyon fontos odafigyelni ezeknek a fajoknak a terjedésére, illetve folyamatosan vizsgálni azt, hogy esetleg maga a kórokozó jelen van-e bennük. Magyarországon az Ökológiai Központ végez széleskörű monitorozást. A PTE Nemzeti Virológiai Laboratórium kutatócsoportjával közösen vizsgálják a megtalált példányokat, de megnyugtató, hogy egyelőre a vírust még nem detektálták ezekben a kórokozókban, hangsúlyozta a biológus. Végül egy jó tanács. A kullancsok eltávolításának legegyszerűbb módja, ha egy határozott mozdulattal kihúzzuk az állatot a bőrből, tette hozzá dr. Kurucz Kornélia. Most rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Az egész Európát érintő sebességellenőrzési kampányhoz kapcsolódva a magyar rendőrség is Speed Marathon tart április 19-én 6 és április 20-a 6 óra között, amelynek során Baranyában is valamennyi sebességmérő eszközt bevetve próbálják visszaszorítani a gyorshajtást. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az akció napján az ellenőrzött járművezetők 95%-a az előírásoknak megfelelően választotta meg a sebességét. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét. is szeretnék figyelembe venni, ezért idén is várják a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hol legyenek sebességellenőrzési pontok. A javaslatokat április 8-án 12 óráig a speedmaraton@baranya.polisz.hu e-mail címre várják. A húsvéti ünnepek után sem szakad meg az emelkedő tendencia a magyarországi benzinkutakon, még a hétvége előtt érkezik az újabb áremelkedés. Tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A hét második felében a benzin bruttó 4 forinttal drágul, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára 7 forinttal fog emelkedni, derült ki a holtankoljak.hu előrejelzéséből. Ez azt jelenti, hogy péntektől a 95-ös benzin literenként átlagára 645, a gázolajé pedig 652 forint lesz, már amennyiben a kutak érvényesítik az árváltozást. Emléktáblát helyeztek ki Szabó Gyula színművészről a róla elnevezett utcában, halálának 10. évfordulóján Siklóson. A tenkes kapitányában Buga Jakab szerepét játszó művész is hozzájárult ahhoz, hogy az egész ország, sőt a határokon túl is megismerjük Siklóst. A 60 évvel ezelőtt készült tévésorozat óriási siker volt a magyar televíziózás történetében. Megkövetem, kapitány úr! Aztán mit fizetnek a jószágért? Mit? Eszni! De ha keveset kaphatsz még! Nem keveslem én, kapitány uram! Inkább sokallom! A felét vissza is adom! Disznó! Megállj, labanc! Megtudott-e még ki az a Buga Jakab? Egy részlet a 60 évvel ezelőtti Siklóson forgatott Tenkes kapitánya című filmből, ahol megmutatta Buga Jakab, hogy mire is képes az ostorával, a labancokkal szemben. Ez az eszköz jelenik meg azon az emléktáblán is, amit csütörtökön lepleztek le a baranyai kisvárosban.
Utcát neveztek el Szabó Gyula színművészről, aki 10 évvel ezelőtt, április 4-én hunyt el. Az ostora is része a megálmodott térplasztikának, a színész monogramját rajzolja ki a táblán. Az önkormányzat felkérésére készült ez a mű. Felkerestünk egy helyi keramikus művészt, Németh Sárát, aki azt a felkérést kapta a várostól, hogy alkosson egy olyan névtáblát, ami az elnevezésen túl is bemutatja azt a hagyatékot, amit Szabó Gyula jelent nekünk itt Siklóson. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép, nagyon minőségi és igényes alkotás az, ami itt mögöttem látható. Egy olyan alkotás, ami a fő motívumokat megjeleníti az ő tenkes kapitányához kötődő Bugajakab karakterében. Ugye a ló, az ostor, és egyébként látható az alkotáson Szabó Gyula monogramja is, és a neve is. A polgármester azt mondja, nem feledhetik el az itt élők, hogy mit is adott ez a tévésorozat, illetve a film a településnek, ezért minden évben megemlékeznek erről. Azok a művészek, akik már sajnos nem élnek, nincsenek közöttünk, hónapról hónapra, évről évre megidézések kerüljenek, az ő szellemiségük az nem kophat ki a mi életünkben. Ez nagyon fontos, hogy a siklósiak habitusát, a siklósi várhoz kötődő lokálpatrióta szemléletünket, és egyáltalán azt az örökséget, amit ők itt hagytak a tenkes kapitányával országos és nemzetközi szinten, azt mi ápoljuk és méltó módon mutassuk be. Erről szól egyébként a mai nap. Április 4-e van, Szabó Gyula halálának 10. évfordulója. Ennek az emlékezetére egy koszorút helyeztünk el, illetve felavathattuk ezt a csodálatos műalkotást. Ez a felvétel a tavalyi tenkes kapitánya kiállításon készült a siklósi várban. Itt ismerhettük meg azt az elképzelést, hogy animációs formában újra forgathatják a film történeteit. A régió híreivel folytatjuk. Felülvizsgálják a közvilágítást, 30 új parkoló helyet teremtenek, és új biztonságos játékot telepítenek. Mintegy 30 napi rendi pontot tárgyaltak Tolnán. A képviselőtestület elfogadta a közbiztonsági beszámolókat, melyek egyértelműen azt jelzik, hogy Tolna jó közbiztonságnak örvend, de az is egyértelmű, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapjon a prevenció. Döntöttek továbbá újabb parkolóhelyek kialakításáról is. Parkolókról is döntöttünk. Egyrészt a Bartók Béla utcában Pittypangóvoda és a Bölcsőde előtti parkoló ugyanbár korábban megtervezésre került, bekérte a gazdasági bizottság a kivitelezésre az ajánlatokat, most megszületett a döntés a megépítésre vonatkozóan, úgyhogy most már az építkezés ideje jön, várhatóan a tavasz végére, a nyár elejére el fog készülni ez a parkoló, ugye ez több mint 30 parkoló helyet fog jelenteni Béke és a Kazinci utca közötti szakaszán, a Bartók Béla utcának egy elég komoly fejlesztés lesz ott a két nevelési vagyok intézmény környezetében. A Mösi Zöldkert óvoda udvarára új játékokat kell elhelyezni, mivel a régiek elkorhadtak, használhatatlanná váltak. Ez mintegy 5 millió forintból valósulhat meg a következő hetekben, ahogyan a csapadékvízelvezetés problémájára is keresik a megoldást. Csapadékvíz folyamatos probléma a településünkön. Egy utca tekintetében döntöttünk a Táncsics utcában, hogy megépítjük a vízelvezetést. Ez egy 55 millió forintos fejlesztés lesz várhatóan. Égetően szükség volt rá, mert ebbe az utcába két irányból is, Bányaközből, Tompa utcából is jön a csapadékvíz, illetve az utcában keletkező, ezért több ponton a lakóingatlanokat veszélyeztette, mind az úttesten, mind az árkon áttörve több esetben okozott ez problémát, ezért döntött a képviselőtestület, mivel már egyébként engedélyes terv van rá, hogy mielőbb lehetőség szerint ezen a nyáron elkészüljenek ezek a munkálatok. Végezetül a közvilágítás fejlesztéséről is döntést hoztak. Ez szerint a meglévő vakfoltokat felmérik, megvizsgálják, és olyan sötét helyekre kerülnek új izzó kis lámpák, mint az Apraja falva óvoda előtti szakasza, vagy a textilház környéke. Dr. Ferenc Orsolya, miniszteri biztos, parlamenti képviselő volt vendége, Dombováron Pintér Szilárd polgármesternek és Potápi Árpád János államtitkár, országgyűlési képviselőnek. A jó hangulatú beszélgetés során számos témát érintettek, az űrkutatástól a közelgő választásokig. A vendégünk volt itt Dombováron dr. Ferenc Orsolya, országgyűlési képviselőtársam már egy éve, űrkutatásért felelős miniszteri biztos asszony, akinek az előadásait én eddig is nagyon szerettem hallgatni, és hogyha tehetem akár a tévében, akár másút,
vagy fórumokon szívesen találkozom vele és hallgatom meg, mert olyan szakmai tudása van, ami lenyűgözi az embert. És azért politikusként is, közéleti szereplőként is én azt gondolom, hogy érdemes megfogadni a tanácsait, meghallgatni a gondolatait. Ferenc Orsoly a miniszteri biztossal arról is beszélgettek, hogy az űrkutatás miért fontos a mai világban, és mit jelent a 21. században a technológia. Milyen mélységig érinti az emberek mindennapjait sokszor akkor is, hogyha nincsenek is tudatában, hogy ezeknek a technológiai eszközöknek, a műholdaknak az alkalmazása könnyíti meg az életüket. És egy kicsit áttekintettük azt is, hogy az orosz-ukrán konfliktus kapcsán az űrtevékenységnek a jelentősége hogyan nőtt meg az elmúlt időszakban. Azt látjuk, hogy ez a szörnyű háború, ez a konfliktus, ami az orosz-ukrán háború, ami a mindennapjaink híreit átszövi, bizony részben szintén az űrtechnológiára alapul, és ennek következtében minden országnak fontos figyelnie erre a szektorra is. Arról is szó volt, hogy az Európai Unióban milyen folyamatok zajlanak, a háború vagy inkább a béke irányába indul el a politizálás az elkövetkező időszakban. És mi magyarok, akik békeszerető nép vagyunk, mit tehetünk és mit kell tegyünk azért, hogy nem csak Magyarország, de az egész kontinens számára elősegítsük a békét. A baráti hangulatú beszélgetés során arra is rávilágítottak mindketten, hogy Magyarország ellenzi a fegyveres konfliktus minden jellegű támogatását. Rászorulóknak segített a Balatonszemesi Adománybank. Sült tarját, langallót, palacsintát, savanyúságot és fonatkalácsot is tettek a csomagba, így támogatva a nehéz helyzetben lévő családok ünnepi készülődését. Az adományt magánemberek, vendéglátósok, valamint Balatonszemes és Balatonöszöd önkormányzatai adták össze. Szorgos kezek csomagolják az ételeket a rászorulóknak. A Balatonszemesi Adománybank a karácsonyi ételosztás után döntött úgy, hogy húsvétkor újra segít a nehéz sorsú családoknak. Nagyon sok jó ember munkájára és adakozására volt szükség. Végül 70 adag étel készült el, kemencés tarja, langaló, kaptunk házi savanyúságot, palacsintát, meg még húsvéti tojást is festettünk, ilyen piros tojást, és akkor így kompletten csomagokat készítettünk. Balatonszemesi, Öszödi, Szólád, Bálványos, Földvár, Látrány, Pusztaszemes, így nagyobb körzetbe gondolkodtunk, tulajdonképpen inkább most már befelé mentünk így Somogyba, mert ott jobban rászoruló embereket ismerünk, tehát sok egyedül élő idős van, illetve olyan családok, ahol nagyon örülnek ennek az adománynak, azt gondolom. A csomagok elkészítése után útra is keltek az önkéntesek, hogy házhoz vigyék az ajándékokat. Töttünk ilyen kemencés tudját, meg langaló, palacsinta. A rászorulók örültek a segítségnek. Pont jól jött, igen. Most itt pont jó, mert most fiam se dolgozik, vagyis most itt hol van, aztán hát most itt pont jó. Úgyhogy ez most pont nagyon jól jött. Ahol kisgyerekek vannak a családban, oda édesség és játék is jutott az étel mellett. Van két unokám. Uh-huh. Egy 3 hónapos, meg egy 3 éves. És ők is itt élnek? Nem, Kadarkuton. A húsvéti ünnepek előtt 30 családnak segített az Adománybank Somogyban, hogy ételek, játékok és édesség is kerüljön a rászorulók otthonába. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. 6. nyomozás a baloldali mutyik ellen. A Fidesz üvegzsebrendelettel kíván rendet teremteni Pécsen. Utalványok 40 millióért Pécsen. Növekvő hiteltől félti a várost a képviselő. Hullancsveszély egész évben. Megelőzést és repellenszereket javasol a szakember. Bugolyak a Bostora, Lovas Siklóson. Emléktáblát kapott Szabó Gyula a Baranyai Városban. Pénteken reggel még északkeleten eshet néhol, majd napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. A gomolyokból futó záporok főként északkeleten, keleten és néhol északnyugaton alakulhatnak ki. Több felé élénk, a Dunától keletre helyenként erős lesz a nyugati szél. A csúcshőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Friss híreinkkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!